Mindenek előtt engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Önöket nemzeti ünnepünk alkalmából, immár hagyományosan szervezett megemlékezésünkön. Nagy megtiszteltetés és hihetetlen érzés ennyi szívét, lelkét ünneplőbe öltöztetett magyar ember előtt szólni. Köszönöm Önöknek, hogy idén is ilyen nagy számban tartották fontosnak az együtt ünneplést. 25 év telt el azóta, hogy a kommunista diktatúra megdöntésével kivívtuk szabadságunkat, a szabad ünnepléshez való jogunkat. Bizony rögös út volt ez, melyet megtett a szatmári magyarság az elmúlt negyed században. Gondoljunk vissza csak a 25 évvel ezelőtti 1990-es március 15-ére, amikor a provokatőrök által leitatott és felbőszített tömeg rárontott az ünneplő magyarokra, és közel álltunk ahhoz, hogy városunkban történjenek meg a tragikus marosvásárhelyi események. Vagy gondoljunk vissza 2000. március 15-ére, amikor a Magyar Ifjúsági Kezdeményezés fiataljai először mehettek végig a főtértől a Kossuth emléksírig nemzeti színű lobogókkal kezeikben. Jó volt akkor ott lenni a fiatalok között. Kereken 10 éve pedig a magunk által közadakozásból emelt Petőfi szobor előtt emlékezhetünk évről évre méltósággal a forradalom és szabadságharc hőseire, erőt merítve tetteikből, példamutatásukból. Jövőre pedig reményeink szerint újabb emlékhelyel gazdagodik városunk, hiszen szobrot fogunk állítani a legnagyobb magyarnak, gróf Széchenyi Istvánnak. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Az elmúlt 25 évben hosszú és rögös utat tettünk meg együtt, közösen, és számos megvalósítás és eredmény áll mögöttünk. Tisztában kell lennünk ugyanakkor azzal, hogy még nagyon hosszú ez az út, és nagyon sokat tennivalunk. És azt is tudnunk kell, hogy közösségünk számára eredményeket csak úgy tudunk felmutatni, ha együtt maradunk, ha közösen haladunk a célunk felé. Ugyanúgy, ahogy együtt küzdött nemzetünkért 48-ban Kossuth és Görgei, Batthyány és Széchenyi, Klapka és Petőfi, a 13 aradi tábornok, a közhonvédek, vagy az otthon maradó magyar anyák. Nyerni csak együtt lehet. Az elmúlt 25 évben voltak próbálkozások kívülről és belülről is közösségünk megosztására. De a szatmári magyarság, és általában az erdélyi, a partiumi magyarság mindig határozott nemet mondott ezekre a törekvésekre. Közösségünk ereje sokaknak nem tetszik. Hogy kiknek? Azoknak, tisztelt hölgyeim és uraim, akik azt mondják, hogy a romániai magyarság nemzetbiztonsági kockázatot jelent ennek az országnak. Azoknak, akik azt mondják, Romániában és külföldön, hogy mit akarnak, mit elégedetlenkednek már megint ezek az erdélyi partiumi magyarok. Hiszen ilyen jó dolga egyetlen kisebbségnek sincs, nemhogy Európában, hanem szerte a világban. Való igaz, hogy az elmúlt 25 évben közösségünk sok mindent elért a kisebbségi jogérvényesítés terén. De az is igaz, hogy van még tennivalónk. És vannak olyan intőjelek, melyek arra figyelmeztetnek, hogy szabadságunkért, jogainkért újra és újra meg kell küzdenünk. Elég, ha csak a Székely Mikó kollégium visszaállamosítására gondolunk. Ezért kell óvnunk, vigyáznunk az elért eredményeinket, hiszen a törékeny hazai jogállamiság keretein belül úgy tűnik, nem nehéz bizonyos dolgokat visszafordítani. A többségi nemzethez tartozó barátaink pedig meg kell értsék, hogy mi nem akarunk egyebet, mint itt maradni szülőföldünkön. Itt dolgozni, tevékenykedni, gyermekeinket itt felnevelni. Itthon. Ehhez persze az is kell, hogy fiataljainkat ne foglalkoztassa az elvándorlás gondolata, hanem szülőföldjükben lássanak perspektívát. Ezért is tartom különösen fontosnak, hogy ma velünk ünnepel Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, akinek jelenléte arról tanúskodik, hogy az anyaország valóban felelősséget vállal a Kárpát-medencei magyarokért. Tisztelt hölgyeim és uraim! A szatmári magyarság ma szabad. Éljünk hát szabadságunkkal, és tegyünk is érte. Emlékezzünk eleinkre, és építsük magunknak biztos alapokon nyugvó jövendőt. Teleki Pál egykori miniszterelnök és főcserkész gondolataival kívánok mindannyiunknak méltóságteljes ünneplést. Hiszek, mert érzem a magyar nemzet erejét. Ha a felszínen ez az erő sokszor hullámzik is, alapjában véve mégis ott van az akaratnak, a magyar kitartásnak és energiának az a tömege,
amely itt ezer esztendeig minden nehéz időben fenntartott bennünket. Ezért hittel és bizalommal megyek, megyünk és mehetünk mindnyájan előre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 167 évvel ezelőtt egy ilyen borongós napon a Pilvax kávéházban szám szerint nem lehet tudni hányan, 10-20-an, legfőnebb 30-an. Reggeli kávézás után gondoltak egy nagyot. Szatmáron is egy pár ember 25 évvel ezelőtt gondolt egy nagyot. Elindultak ünnepelni. Ma is sokan otthon, kicsi kényelmes lakásukban, Szatmáron is nem csak, mindenütt, ahol magyar ember él, gondolt egyet, és kiment a térre. Nézzék meg, uraim, hölgyeim, hányan vagyunk. Mi ma nem akarunk forradalmat, viszont folytatjuk azt a megkezdett, legfőképp belső forradalmat, amit eleink 167 évvel ezelőtt elkezdtek. Hisz amit akkor kért a magyar nemzet, nem vesztette el az aktualitását. Ez mit sem bizonyítja jobban, mint hogy meg vagyok győződve, hogy újabb 167 esztendő múlva remélem, hogy ezen a helyen, ezen a nyelven legalább ennyien fognak emlékezni az 1848-as eseményekre. Még mielőtt belevágnék a ünnepi beszédembe, engedjenek meg nekem egy személyes élménnyel, hogy kezdjem. Az elmúlt 4 napban, hogy itt Erdélyben voltam, több sajtó megkérdezte tőlem, hogy mit jelent nekem, hogy én most itt lehetek. És ott is elmondtam, és elmondom itt is, hogy először 4 éves koromban emlékszem, hogy itt Szatmárnémetibe a görög katolikus édesapámmal sétáltunk, el lehet képzelni, hogy milyen figyelmet kaptunk a Securitatétől. Majd rá pár évre általános iskolás diákként a hittan csoporttal sétáltunk itt Szatmárnémetibe. El lehet képzelni, milyen figyelmet kaptunk a Securitatétől. Majd 1985-ben, akkor már picit messze merészkedtünk, és ferences diákként, ferences atyával biciklitúrára menve el lehet képzelni, hogy milyen figyelmet kaptunk a Securitatétől. És majd eltelt az a bizonyos 1990, most már immár 25 éve, és utána én ifjú apaként, ifjú gyermekeimmel eljöttem Szatmárnémetibe, és megváltozott talán minden. És most 2015-ben Magyarország kormányának egyik tagjaként ennyi ember előtt mondhatom el azt, ami igazán a szívemből jött. Azt kell, hogy mondjam, nincs jobb szó, amit most én elmondhatok önöknek. Egy szóba engedjék meg nekem, hogy csak annyit mondjak, hogy köszönöm. És azt kívánunk magunknak, azt kívánom magunknak, szenátor úr, te azt mondtad, hogy azt kívánod, hogy 167 év után is még ilyen sokan legyünk, itt tudjunk, már mi nem mi, hanem majd utódaink, és magyarul, én nem nézek olyan messze. Én azt kívánom magunknak, hogy mindenkinek, aki ma itt van, és ugye itt a idősebb korosztálytól, az egész kicsiktől, mindenki hallja, hogy unokája itt, március 15-én, magyarul köszöntsön bennünket. Én azt kívánom magunknak, hiszen akkor azt jelenti, hogy sokan vagyunk, és sokan leszünk.